Jaj, azt mondja, nyújtja a nyelvét rám. Itt van megjött Blondi. Nem tudod, ki ez a Blondi? Hát mindjárt megmondom. Gyere, Lili, nézd, gyere, ott csinálom. Szórom a pénzt, amennyit akarom. Gyere, Lili, tele vagyunk, nem fogy a pénz. Hát a Blondi a Fecsó új kacsacsőrű emlőse. Úgyhogy szia, goodbye! Ha nőkről van szó, Szegedi Fecsó magasra teszi a lécet. Ugyanúgy szolgák. Mea viszont könnyedén megugrotta azt. Megfelel az üzletember minden elvárásának, még főzni is tud. Szerintem ez már kész is van. A szőke bombázó mellette pedig nem más, mint Bea, az üzletember párja. Szókimondó szöveg, vagány stílus és fényűzés. Még szerencse, hogy nem fogy a pénz, mert így dalra és klipre is futott a Magyarország legújabb csillagjának. Eddig kevesen tudták, hogy amellett, hogy nehéz bombázó, atomslágereket is ír Szegedi Fecsó párja, Bea. Nem titkolja, hogy gyakran használ szépítő filtereket a képeinél, hiszen hasonlóan hozzá rengeteg influencer használja ezeket nap mint nap. Aztán, amikor videóban látod ugyanazt a csajt, hirtelen fészen csap a valóság. Hazudik, aki azt mondja, hogy nem, én is használom. A Bea inkább este szokta aktivizálni magát. És ki más találta volna ki ezt a kreatív művésznevet, mint a Fecsó? Igazából ezt nem én találtam ki, hanem a párom, Fecsó. Hát igazából gondolkoztam nagyon sok neven is, mivel Blondi a szőke hajam, ezért így döntöttünk. Vagyis hát ő. Én meg bologattam rá. Elsőre azt hittem, hogy a 80-as évek nagy szupersztárjáról nevezte el. Esetleg Hitler kutyájáról. A klip minden másodperce egy milliószor látott és hallott sablon. A számok nagy részét maga Blondi írja. Szabad kezet kapott, így kreativitása csak úgy szárnyalt. Hiszek a kreativitásomba. Fecsó barátnője Karira kapta a zenei karriert aputól. Hanem igenis, én megkérdeztem tőle karácsonykor, hogy mi az, ami ez kedve lenne, és azt mondta, a saját számokat szeretne, saját zenét. És a párommal beszéltük, hogy mihez lenne igazából a kedvem, és én mondtam, hogy a zenéléshez lenne, és akkor mondta, hogy akkor vágjunk bele, de én magamtól amúgy nem mentem volna, mert féltem tőle. És ő volt az, aki igazából megfogta a kezem, és elvitt, és azért vagyok itt igazából, mert elvitt. Van az a szint, amikor már annyira fel van pumpálva valakinek a szája, hogy már beszélni nem tud tőle. Hogy mi is az a kacsacsőrű emlős? A kacsacsőrű emlős, mint nevében benne van, egy emlős állat. Blondi nagy álma valósult meg azzal, hogy zenélhet. Régóta dédelgette magában, hogy meghonosítja az amerikai női rapperek stílusát. Minden zenében az hangzik el, hogy a nők ilyenek, mindig szidják őket, és én arra gondoltam, hogy miért ne lehetne az, hogy mondjuk a női oldalról is mondjuk előhozni ezt az oldalt, hogy a férfiak legyenek azok, akiket ugye úgymond mocskolnak, úgyhogy én szerettem volna Magyarországra ezt elhozni, mert külföldön ez nagyon nagy divat. Hát igen, ilyet még tényleg nem csináltak itt, ez egy roppant eredeti gondolat. Most feltalálták a spanyol viaszt. Már tudnak mosolyogni, de Bea még mindig lelki beteg. Nem vagy te a volt itt farkosan, négy húgy nagyba vagy, alatt a tanga van. A műalkotásban felbukkan a szubmisszív férfi karaktere is, mely szerepet szerintem inkább Fecsónak kellett volna eljátszania. Dédelgeti az egódat egy két senki, tartos bélet, hogy guruljon. A klipen némi feszült várakozás után feltűnik Blondi megalkotója és támogatója Fecsó, vagyis 50 Cent után szabadon Fecsó Szent is. A riportból megtudtam, hogy Fecsót már szenté is avatták. Fecsó Szent is. Ja, hát maximálisan támogatom, én azt szeretném, hogyha saját magának érné el a céljait. Én nem szeretem azt, hogy pénzzel pumpáljam a páromat. Viszont abban jó vagyok, hogy egy projektet átlássak, megcsináljam a legjobb embereket, megtaláljam, és meg is fizessem. A projektvezető meg is találta a legmegfelelőbb embert az együttműködésre. Álma valóra váltásában pedig nem más, mint Fecsó, és Kulcsár Edina szerelme GVM támogatta.
ezért beszélnek róla, mert maguk miatt nem figyelnek rájuk. Híri kutyák mindegyik, hogy basszam meg a szájuk. Megcsináljam a legjobb embereket. Nem is tudom, hogy ki másra gondolhattunk volna, amikor a Paul McCartney pont nem ért rá. Amikor éppen nem volt jelenete, döbrögi módjára felügyelte a forgatást. Akkor úgy látszik, hogy nekem 3 videót kell erről csinálnom, hogy 3-szor adjam neki vissza. Szent Fecsó döbrögiként felügyeli a műalkotás létrejöttét a felhők közül, és leszól az embereinek, hogyha esetleg lehetne valahol még suttyóbra csinálni az alkotást. A klip alatt végig azon gondolkoztam, hogy ez a lány vajon mikor fogja azt mondani a Fecsónak, hogy szia, goodbye! Apu jótékonykodni is szokott, és felajánlja a már nem hordott márkás ruháit azok számára, akik nagyobb kamusztorit tudnak kitalálni. Sziasztok! Hát annyira unatkoztam, hogy úgy döntöttem, hogy a nem hordott ruháimat ki fogom szelektálni. Baromi jó ink, egyébként a Hugo Boss-tól kezdve a Hugo Boss-on át a Hugo Boss-ink. Gucci! Yves Saint Laurent, úgyhogy vannak itt azért cuccok. De azt szeretném kérni mindenkitől, hogy írja meg, hogy mire van szüksége, és miért van szüksége. Micsoda Sziget VIP outfit turkálót rittyentett itt a kanapéján. Alig győzök válogatni itt a csodálatosabbnál csodálatosabb kelmék közül. Szerintem én az Yves Saint Laurentet szeretném, és azért, mert felvenném az Odomar pigémhez. Vannak olyan párok, akik közös tetoválást csináltatnak, vannak olyanok, akik közös plasztikai műtétet. Nemrég mind a ketten kés alá feküdtek. Nekem a fülemet csinálták meg, kicsit ilyen elállós volt, aztán azt szerettem volna korrigálni. Az ifjú pár közös plasztikázással ünnepelte meg az évfordulójukat. Ugyanaz a napon volt a műtét, úgyhogy előttem tolták ki, aztán engem toltak vissza, amikor ő már lábadozott. Elég biztos. Randi helyszínünk volt. A képen a közösségi média áldozatait láthatjuk. Ez lesz a vége, amikor arra teszed fel az életedet, hogy vadidegen embereknek megfeleljél az Instán. Every day I spend my time drinking wine, feeling fine. Az lenne a cél, hogy ne kelljen semmi filtert használni, hát persze nyilván. Bea egy élő face-up filterré tervezi műtetni az arcát, hogy megfeleljen az Instagramos elvárásoknak. Folyamatosan nézegettem az új dolgokat, hogy mit csináltassak. Van egy képen előttem, hogy milyen szeretnék lenni, és nyilván addig fog menni, amíg nem leszek olyan. Minden hónap 5-én van a mi hónap fordulom. Amit mindig elfelejtesz. Akkor utalom a fizetéseket is. Nekem is. A Fecsó meg az új Csuti. Mindketten a Volcsajuknak köszönhetik az ismertségüket, és mindketten nagyon sikeres kamu bizniszmen múlttal rendelkeznek. Annyira, hogy még a csaja előző pasiától származó gyerekét is Maddoxnak hívják, ahogy az Edinájét is. Be a fia Maddox és Fecsó gyermeke Edward között épp háborúdul egy telefon miatt. Vajon miért lett ekkora divat ebben a társadalmi rétegben ez a Maddox név, és miért tudom ezeket az infókat? Vajon mi lesz itt 10 év múlva az iskolában? Maddox gyereki felelni! Nem te Maddox, a másik Maddox, a blondi Maddoxa! Ó, ez a folyó bemegy a Szent Szellemnek a folyója, ott halaknak a sokasága lesz! Amikor hallod ezeket, és bemegy a Szent Szellem, és elkezd benned dolgozni, és megragad tégedet, és nem leszel ugyanaz, aki voltál! Soha! Együtt keverjük a tojásrántottát. Nem mindig. Hát amikor a Bea föl kell, akkor ő is beszokott segíteni. Hát te húzod a lóbőrt. Wow, that is very interesting. Please tell me more. Én 10 tojásos rántottát szoktam csinálni. Nálam nincs olyan, hogy 3 vagy 4 tojásos rántotta, azt a kislányok esznek. Minimum 10 tojásból megy, és kevesebbszer is kell mosogatni, tehát kevesebb vizet használok, ergo jobb a Föld nevű bolygónak. Hamar összehoztak egy albumnyi számot, így minden hónapban új dallal jelentkeznek egy éven keresztül. A top manager Fecsó előre egy egész albumot lerakott nekünk a Blondival, szóval egy éven keresztül hallgathatjuk majd ezeket a számokat. Köszönjük szépen! Akit magával ragadott blondi zeneisége, annak van egy jó hírünk, már csak egy hónapot kell várni a következő nagy durranásra. Én már alig várom. Aki előfizet a VIP csatornatagságomra, az egy nyereményjátékban fog részt venni. Goodbye, szevasz! Úgyhogy szia, goodbye!